Lotta! Inni! Inni. Pia. Éja. Ennek pince szaga van! Mányos! Obelixet benyelte a fal. Te Gazsi! Nem lesz ez így jó! Ne! Mi ez itt előttem? Jéj! Vigyázzál! Ez mi? Oh. Hol vagyunk, emberek? Mik azok a kockacok? Mondtázadás, parítja hajítás, barom festő szakkör! De jó csajok! Azt hiszem, igaz Obelix? Szia te kis szőke! Milyen szexi bébi! Kaja! Kaja! Álljátok fiúk! Ráztuk őket! Úgy hiszed? Tényleg. Hol van? Akkor kéne valahol aludni, nem? Ja. Keressünk egy barlangot. Jó. Jó. Obelix, azért így lefekvéshez készülődvén megkérdezném tőled, hogy hogyan keletkezik egy barlang? Medvássa. A gyerekek. Akkor hol a medve? Hol a medve? Hol lehet a medve? Mi ez a hang? Mi ez? A gyerekek! A medvének mi ez színű a lába? Fehér. Fehér? Fehér. És ez itt még? Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them. Chinese art, and everybody knew their part, from a painting to a snip, and a kicking from the hip, everybody was kung fu fighting, those kids were fast as lightning, in fact it was a little bit frightening, yeah, but it caught with expert timing, there was funky Billy Chin, and Billy Sal. Hey, fam. Come on.
Mi van? Adjál már. Mi a pálya? Hát hol vagyunk? De jó csajok voltak tagnak. Atya, úr, Isten! Ú, tényleg, arra még emlékszem? Azok a titán hajadonok. Itthon? Otthon vagyunk. Mert vízlabdában mi vagyunk a császárok? És igenis, nálunk élnek a világ legszebb női. Itthon vagyunk! Igen! Magyarország! Én így szeretlek! Magyar hangok. Bausz Tamás, alias Obelix. Hartos Bence. Kási. Székely Dávid, alias Menyus. És a vágó. Köszönjük, hogy figyelmükkel kísérelték előadásunkat, mely nagy részben szólt a földrajz világáról, többek között a barlangok készítéséről és abban lakó lényekről, a medvék környezetéről és a kirekesztett emberek életközösségéről. További szereplők: Tüzi Zsófia, Bonya Zsófia, Újlaki Katalin és Fremteréka. És a hatalmas, rettenthetetlen, óriás méretekkel bíró medve! Barátaim, így letetés előtt azért megkérdezném tőletek, hogy... Barátaim, így letetéshez készülődvén... Te Menyus, Obelixet. Te Menyus, Obelixet benyelte a... Te Kasi. Te Kasi. És a vágó. Rostás Balázs. Közreműködtek. Bár... közösségéről és a kirekesztett emberek. Berőgébe! Inkább vegyed úgy, hogy ízik. Na most mi lehet? Ez egy gyorsabb voltak, mint egy mamut! Magyar hangok!